Csütörtöktől újra kinyit a Diósgyőri tanúszoda. A létesítményen kívül pedig a Keménydénes sportuszoda, a barlangfürdő és a selyemréti strandfürdő továbbra is várja az úszni vágyókat. A koronavírus járvány miatt viszont a szolgáltatásokat a vendégek csak fokozott higiénés szabályok betartásával vehetik igénybe. Már feltöltötték a medencét a Diósgyőri tanúszodában. A koronavírus járvány miatt elrendelt kényszerszünetben elvégezték az időszakos karbantartásokat és a kötelező tisztasági festést is. A közlekedő helyiségeket, az öltözőket és a mögöttem látható galériát, a belső teret festették ki. A Miskolc Sportcentrum Kft. Által üzemeltetett létesítményt váratlan műszaki hiba miatt a tervezettől egy héttel később, október 22-én adják át. A gyermekmedence még üresen áll. A járvány miatt kormányrendelet tiltja a tanintézményekben való kötelező úszásoktatást, ezért ezt a medencét csak külön igény esetén töltik majd fel. A nyitvatartási idő is rövidebb lesz. Hétköznap reggel 17:30-kor nyitunk, és 16:30-kor, 17:30-kor kell elhagyni az épületet már, tehát zárás előtt fél órával kell a medencét elhagyni. Szombaton ez az idősáv, időpont reggel 7 óra és 13:30, és vasárnap pedig szintén reggel 7 órás nyitás és 16:30. A vendégek csak szájmaszkban léphetnek be az uszodába. A testhőmérséklet ellenőrzést és a kézfertőtlenítést követően nyilatkozniuk kell arról, hogy nem fertőzöttek meg koronavírussal. A Keménydénes sportuszoda és a barlangfürdő továbbra is zavartalanul üzemel. A selyemréti strandfürdő az őszi karbantartások miatt október 26-ától november 1-ig bezár majd november 2-ától az úszómedence ismét az úsznivágyók rendelkezésére áll. A Miskolc tapolcai strandfürdő wellness részlege pedig ősszel és egész télen várja a vendégeket.